Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk az egyenletek megoldásának gyakorlását a természetes számok halmazában. Aktuális feladatlapunkon, amit láthatjuk, szöveges feladatok találhatók. Ezeket kell egyenletek segítségével megoldanunk. Induljunk sorba, nézzük az első feladatunkat. Melyik az a szám, melyet ha megszorzunk 12-vel, egy olyan értéket kapunk, mely egyenlő a 18.597 és a 3.789 különbségével. Próbáljuk meg az adott szöveg alapján fölírni az egyenletünket. Ha most indulok az elejéről, melyik az a szám, tehát az legyen az x, melyet ha megszorzunk 12-vel, x-szorozva 12-vel, ez lesz az elején, egy olyan értéket kapunk, mely egyenlő, írhatjuk az egyenlőségjelet, és adott most két szám, ennek a két számnak a különbségét kell majd kiszámolnunk. Tehát a szorzat egyenlő lesz ennek a két számnak a különbségével. Első lépésünkben ennek a két számnak a különbségét fogjuk elvégezni. Természetesen először is a kölcsönkéréssel indulunk, majd miután azon túl vagyunk, nézzük a kivonást. 17-ből 9-et az 8. 8 mínusz 8 az 0. 15 mínusz 7 az 8. 7 mínusz 3 az 4, és 1 mínusz semmi az 1. Ezek szerint az x-szer 12, amit írhatunk már helyesebben 12-szer x-szel, egyenlő lesz 14.808-al. A feladatban egy szorzás szerepel, segédletként felírunk egy egyszerű szorzatot. 2-szer 3 egyenlő 6. Keressük az x-et, illetve a 3-at. Hogyan tudok 3-at kapni? Hát úgy, hogy a 6-ot elosztom 2-vel. Vagyis az x-et úgy számoljuk ki, hogy a 14.808-at elosztjuk 12-vel. Nézzük, a hányados mennyi lesz. 14-ben a 12 megvan egyszer. Egyszer 12 az 12, hogy 14 legyen, kell még 2. Lehozom a következő számjegyet, a 8-at. 28-ban a 12 megvan kétszer. Kétszer 12 az 24, hogy 28 legyen, kell még 4. A következő számegyünk a 0. 40-ben a 12 háromszor van meg, 3-szor 12 az 36, hogy 40 legyen, kell még 4. És az utolsó számegyünk a 8, 48-ban a 12 pontosan 4-szer van meg, és nincs maradék. Így meg is kaptuk a feladatunk megoldását, x egyenlő 1234. Végezzük el a feladat ellenőrzését. A keresett szám, most már tudjuk, hogy 1234, ezt meg kell szorozni 12-vel, és egyenlő kell, hogy legyen ennek a két számnak a különbségével, ezt már az előtt elvégeztük, a 14.808-al. Tehát ellenőrzésnek az 1234-et szorozzuk meg 12-vel. Én most kezdem az egyessel a szorzást, egyszer 1234 az 1234. Kettővel szorzok, figyelem arra, hogy haladok jobbra. 2x4 az 8, 2x3 6, 2x2 4, és 2x1 az 2. Összeadom őket, 8 magában 8, 4 plusz 6 az 10, írom a nullát, maradt az 1, 1 plusz 3 az 4, plusz 4 az 8, 2 plusz 2 az 4, és 1 magában 1. Láthatjuk, hogy a kapott szorzat 14.808 megfelel a feladatban szereplő különbséggel, vagyis ez azt jelenti, hogy jól oldottuk meg a feladatunkat. Haladjunk tovább, nézzük most a második feladatunkat. A feladatunk így szól. Egy szám és a 45 hányadosa egyenlő a 80 és az 51 szorzatával. Melyik ez a szám? A keresett szám legyen x. Ezt kell elosztani 45-tel, hiszen a szám is a 45 hányadosa, és ez egyenlő lesz adott két szám a 80 és az 51 szorzatával. Hasonlóképpen, mint az előző feladatunkban, mielőtt az egyenletet megoldanánk, egy számtani műveletet kell elvégezni, jelen esetben a 80-at meg kell szorozni 51-jel. Én most a változatosság kedvéért kezdem az egyessel való szorzást, egyszer 80 az 80. Most haladok balra, 5-össel szorzok, 5-ször 0, 0, és 5-ször 8 az 40. Ha aláhúzom őket, 0 magában 0, 8 plusz 0 az 8, és a 40-et lemásoljuk,
tehát a végeredményünk, a szorzatunk 4080. A feladatban egy osztás található, fel is írok egy segédletet, 6 osztva 2-vel egyenlő 3. Keressük az x-et, vagyis a 6-ost. 6-ot úgy kapok, hogy a 3-at és a 2-t összeszorzom. A példánkban össze kell szorozni a 4080-at és a 45-öt. Írjuk le ezt a szorzatot, 4080 szorozva 45-tel. Kezdem a szorzást az 5-össel. 5-ször 0, 0. 5-ször 8 az 40, írom a 0-át, jegyzem a 4-et. 5-ször 0, 0, plusz az a 4 az 4, és a végén 5-ször 4 az 20. Haladok balra, most szorzok 4-jel. 4-szer 0, 0. 4-szer 8 az 32, írom a 2-t, jegyzem a 3-at. 4-szer 0, 0, plusz az a 3 az 3, és 4-szer 4 az 16. Aláhúzzuk és összeadjuk. 0 magában 0, 0 plusz 0, 0, 4 plusz 2, 6, 0 plusz 3 az 3, 2 plusz 6 az 8, és 1 magában 1. Meg is kaptuk a feladatunknak a megoldását, ez pedig a 183.600. Ellenőrizzük le. A keresett szám és a 45 hányadosa, tehát a 183.600-at el kell osztani 45-tel, és meg kell, hogy kapjuk a 80 és az 51 szorzatát, amit az előtt már kiszámoltunk, az 4080. Végezzük el az osztást. 183.600-at osszunk el 45-tel. A 18-at nem elegendő aláhúzni, aláhúzom a 183-at. 183-ban a 45 megvan 4-szer. 4-szer 45 az 180, a különbség 3. Lehozom a következő számegyet, a 6-ot. 36-ban a 45 nincs meg, ezért nullát teszek, tehát nullászor van meg, a maradék az 36. Lehozom a következő számegyet, a nullát. Láthattuk, hogy a 180 az a 45-nek a négyszerese, akkor a 360-ban pedig 8-szor van meg, és a maradék 0. És amikor már a maradék 0, és maradt még egy 0 a szám végén, egyszerűen csak átírjuk a legvégére, így kaptuk meg, hogy a hányadosunk 4080, ami megegyezik a 4080-nal, tehát jól oldottuk meg a feladatunkat.